vagyunk, mindjárt megnézem a Twitch-et. Gondolom ez még nem éles. Biztos nem. Biztos nem, mert heten vannak csak. Jó, le kell még vennem a hangot. Ez le van véve, jó. Oké. Erre a telefonon is be kell állítani a... ...ajzét. A Twitch-et. Még a végén működik. Oké. Erre a telefonon is be kell állítani a... ...ajzét. Pompás. Úgy nézem, meg vagyok. Én is följöttem már. Aha, még a végén működik. Oké. Kíváncsi vagyok majd a Mixed Teamnél 98. játékos. Tényleg ki van? Szerintem Dave talán, a másik Jed is. Arra gondolok. Nem biztos. Most azon gondolkodom, hogy mit felejtettem el. Vagy mit hagytam ki. Egyelőre semmi. Én is följöttem már. Oké. Csak majd a Mixed Teamnek lesz a 8. játékos. Van. Szerintem Dave talán, a másik Jed is. Arra gondolok. Nem biztos. Most azon gondolkodom, hogy mit felejtettem el. Vagy mit hagytam ki. Egyelőre semmi. Kicsit karikázott, de hát az sajnos ez van. Nézzük, megvannak-e? Megvannak. Akkor szerintem nem sokára indulni is fog az éles. Klusi már kérdezi is, hogy mehet-e. Stabs jött be 8-nak, én úgy látom. Akkor nem Dave lesz. Ezek szerint. Nem tudom, hogy ő fogja vinni majd a tankot, gondolom én. Ja igen, igen, ő tankozni szokott, ugye? Igen. A szerver, a szerver restart is van. Gyorsan hozok egy söröt. Okay.
Na re! Mint az hiszen is hallottam volna az imént. Jól hallottad! Jól hallottad. Ezt így hol hagyjuk. Volt a 30 BT is. Tán hamarosan indulom. Meccs. Ja, igen, igen, beírta. Beírta, jól van. Van is három nézőnk, de lehet, hogy csak kettő, mert lehet, hogy én kettőnek számítok, most nem tudom, mert a gépen is megy a Twitch, meg a telefonon is, úgyhogy lehet, hogy csak kettő van. Akkor egy-két mondatot gyorsan, tehát sziasztok, Kuksi vagyok, Apavikkal fogom ezt a meccset végig tolni, reményeink szerint. Már a végiget úgy értem, hogy nem jön közbe semmi malőr, meg ilyesmi. A 30 BT és a Humforce Mixed Team meccse lesz ez, az utolsó előtti meccs héten, Zavod és Shanghai lesz a két map. És szerintem nagyon rövid időn belül is fog indulni a Kandán. Mindkét csapat kapitány beírta, hogy éres lesz a kör, úgyhogy már nem lesz ez, se szerver restart, semmi, megvannak a játékosok. Szóval igen, el is indult, és ez már éres kör lesz, tehát 50 másodperc múlva kezdődik az összecsapás. Első map Shanghai lesz. Ebbe is lövöm a kamerát. Hú, ez a kapkodás, ez a halálom. Igazából fél hétkor keltem fel, és még gyorsan el kellett rohannom sörért is, de... Úgyhogy nem jött ki jól. És akkor elindult a kör. 8-8 játékos, még mindig megvan, nem esett le senki. Indul is mind a két heli. Ja, kékben a Humforce Mix, pirosban a 30 BT. Humforce-osok előbb értek oda a Charlie-hoz, droppoltak is. Bravo-ra is droppoltak. Illetve csak Bravo-ra droppoltak. Igen, de a 30-as hel is ott van most Béla fölött. Igen, igen, ott kering még, és már ő is ejtett gyalogokat ki, illetve le. Két-két pontot húztak be a csapatok. Igen, eddig egál van, teljesen. Egy pillanatra bevillant a Bravo pont, de vissza is szedték gyorsan. Smre volt a villogtató ember, csak azt hiszem Kolbász úr lőtte le, ha jól láttam. A 30 BT-s tankot Tom Dog viszi, és ő maradt a hátsó ponton, Dénesen. Ali az Deltán, illetve az A pont villog. Igen, meg még Bravo is villog, sőt még Charlie is villog, illetve az már nem, de Bravo Alfa, igen. Nézzünk be. Egyelőre húzzák szépen a 30 BT-sek. Egy gyalog fent, egy gyalog lent. Ez most a Bravo pont? Igen, a Bravo, Bravo, igen, igen, Bravo. Hát, be is húzták. Bravo, be is húzták, igen. Be is húzták. Egyelőre nem jönnek ide a mixed teamesek, hanem inkább Charlie-val foglalkoznak. Illetve Deltával. 30 BT most fölényben van, Charlie is 1v3-at látok. Sőt 5v, de hogy is 4v3-at, 4v1-et látok. Gyalogilag. Az egy mixes gyalog bujkál még, illetve megy fel a tetőre. De megjött a tank Snapslival, igen, igazad volt a Pavik, ő viszi a tankot. A Mixed Teamből. Azt látom, hogy egyelőre általában két-két pontja van a csapatoknak, tehát igazából mindig csak elhúzzák a másiktól. Igen. Ugyanezt csinálja a másik csapat is, tehát
lassan csorognak le a tiketek. Igen, most viszont Charlie már villog a, ha a mix team által, szerintem. Ja, most lehet, hogy meg lesz az első. Az első három pontos fölény mi esetleg? Így van, meg is lett. Igazából nem is láttam, hogy honnét húzták el a Humphos mixesek. Snapsley a tankkal. Egyelőre Charlie-t védi, de... Hát nem tudom, hogy az egyetlen 30 VT-s pontra megindul el tankkal, eddig úgy tűnik, hogy nem. De úgy látom, hogy itt Charlie meg itt vannak egy jó páron. Igen, perésgépeken is vannak, alul is vannak. És közben Snapsley meg védi a tankkal. Hát lehet mondani, hogy Charlie-t, az van hozzá legközelebb. Illetve errefelé is néz, és most be is jön. Egy picit. Nem nagyon akar bejönni szerintem, hogy hát ha egy ilyen kósza RPG, vagy valami elkapja, vagy C4. Ilyesmi, inkább elhúz Charlie-ra. Bravo-ra. Ahol van is némi ellenállás, úgy látom. Snapsley próbálkozik a tankkal itt Bravónál, de inkább kihátrált. Illetve 30 BT-s heli körözget. Roppoltatja az embereket. Igen. Viszont Bravót megvédte a Mix Team. Most Charlie-t kezdték el húzni a 30-osok. Igen, az stabilnak tűnik a Bravo. Viszont... Jaj, beszorultam. Charlie is maradt mix kézen. Nem látok itt sem 30 BT-s erőket igazából. Delta körül, illetve Delta felül jön Tomdog a tankkal, ami biztos. És ő egyelőre nem megy be egyik húzó zónába sem. Nem, mert már elkezdte kapni az RPG-ket. Igen, visszamegy a base felé. Illetve Delta felé, Delta mögé, tankok mögé bemegy. Némi 30 BT-s gyalogos mozgálódás van most Charlie-nál. Igen, én is azt vettem észre, hogy villog. Présgépeken van egy golfos imi. Le is lőték, viszont van még itt egy 30 BT-s gyalog minimum, viszont bejött Snapsley a tankkal. Plusz 2-3 gyalog is itt van. A Mix Teamből. Dave, ne idegesíts! Jó, te is úgy jártam. Ja, bocs, csak így közben írta Dave a chatben, hogy visszhangzik a stream, aztán tegnap úgy járt, mint tegnap Intimrás, hogy ő is úgy felejtette a Twitch-et, és két példányban futott. Aha. Akkor problem solved. Snapsley elment ára a tankkal, úgyhogy bepróbálják a 30 BT egyetlen megmaradt pontját is, ahogy látom. Meg úgy... Nem, az ő bázisuk az közelebb lévő hozzá. Tehát a hosszak, hogy a 30 BT akart billenteni. És akkor gyakorlatilag visszament a Snapsley a tankba. Igen. Mert a 30-as tank az ugye itt van DNS-en, vagyis Deltán. És nem is nagyon megy, picit tologat előre, de aztán visszajön inkább mindig. Igen, úgy látszik, hogy nem nagyon merészkedik be Tomdog a tankkal. Viszont Bravónál itt van bőve. Igen, óvatosan játszik. Beléptünk kicsit Kolbász úr nézetébe, hogy mi a helyzet itt alul Bravón. Szerintem ezt is megfogták. Igen, most már egy ideje 3 pontja van a Mix Teamnek. Megy is igazából a villogtatáson túl nem nagyon jut tovább a 30 BT. Igen, sajnos csak egy pontjuk van meg fixen, ugye mindig a Delta, és úgy látom, hogy a Mix Team nem is nagyon törekedik arra, hogy behúzza Deltát, úgy gondolják, hogy nekik elég ez a 3 pont. Egyébként teljes joggal, nyilván. Polipaidó van még itt alfán, de most éppen el is esett már. Bravo, nagyon nagy csata van közben, vagy csak volt.
Nem azért vannak még itt mindkét csapatból, bár 30 BT-sek sokkal többen vannak, ahogy nézem. 3-4 gyaloggal képviseltetik itt magukat. Közben bejött Snapszél tankkal. Akkor viszont lehet, hogy változni fognak az erőviszonyok. Igen. Na, meg lett bravó. Igen, 2-2 megint. Ismét kolbászra sikerült kattintanom. Hopp, egy gránát. Jó, túlélte. Aprítja az embereket kolbászó rendesen a Bravon. Ha jól számolom, leszedett hirtelen 3-at is. De 2-t biztos. Igen, megint stabil 3 pont a Mix Team-i. Igen, és nem jön a... Tehát a tanktemető vonalánál nem nagyon jön előrébb Tom Dog a tankkal. Ott körözik, illetve ott járőrözik. Tehát Deltát igazából nem hagyja védtelenül, illetve őrizetlenül. Nézem, hogy egy quaddal próbálnak A pontig eljutni a 30 BT-sek, de hagytak hátul Mix Team gyalogokat, úgyhogy erős az ellenállás, és el is hullottak szegények. Igen, szerintem érzi most a Mix Team, hogy akár bevehető még a Delta is, mert egészen előre nyomultak két-három gyaloggal is. Aha. Mert ugye a másik 3 pont az abszolút nem is villog, tehát egyelőre nincsenek ott 30 BT-s erők, de most droppolt egy 30 BT-s gyalog Charlie-ra, és már fut is be rásolni a zászlót másodmagával, rászületett valaki. Szóval Tom Dog most bajban van, mert eléggé sérült a tankja. És egyedül van is külön javítósa, tehát ő száll kijavítani. Ja, hogy nincs neki javítósa. Aha, egyedül tolja. Mondjuk az nem szerencsés. Mix Team-esek közben megérkeztek Charlie-ra. Igen, ugye ez azért veszélyes, ha amíg kiszáll javítani, addig... Hát, ha belopják, is, igen. Akkor az gáz. Az szopás, igen. De nagy. De visszajavított a tankot, úgyhogy már is tol egy picit előrébb. Most sikerült behúzni a Mix Team-nek a... Ja, nem. 30 BT-t akartam mondani, de ahogy kimondtam, hogy sikerült behozni a Charlie-t, megint elkezdett villogni. Uh-huh. Visszaszülettek. Steelmeyer van itt a prés tetején. De nincs egyedül, mert 30 BT-s gyalogok is vannak azért még. És most a 30 BT-nek van majdnem 3 pontja. Még Charlie ugyan villog, de... Bravo, illetve Delta fixen megvan. Most, hogy ezt kimondtam, Bravo is elkezdett villogni persze. Sőt, már Charlie is, úgyhogy... Ja, igen, ez a baj ezzel sokszor, hogy... Amikor az agyamban még megfogalmazódik a mondat, akkor még aktuális, meg még igaz is, de mire kimondom, addigra már sokszor nem. Ja, a mixes tank egy picit bátrabban jön előre. Igen, aprítja őket Snapsley, amennyire tudja kívülről. Nézzünk valakit, azért nem mindig teljesen csak freakemet mutassunk. 30 BT-ből talán még nem is mutattam senkit sem. Steve-o jött be Bravo-ra, el is kezdi húzni szépen. Quadról is kapott erősítést, illetve a tank is egy picit előre tolt most, de már mögé kerültek, úgyhogy hátulról kapott egy RPG-t. A tank? Igen. És ki is lőttem neki. Úgyhogy most baj van, esett a 30 BT-s tank. Mennyi a tanknak a spawn ideje, nem tudod? Az is, mint a heli, ilyen másfél perc körül van? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Azt én sem tudom, azt hiszem a choppernek 80 vagy 90 másodperc.
30 VT-s infantry közben megindulnak Bravo-ról Charlie-ra. Igen, egy infantry hátul maradt Dénest védeni. Le is ölték Pakkorniát, ahogy futott volna rá a zászlóra Charlie-nál. És Napszi közben bejött a tankkal a biztonság kedvéért. Bár ugye C pont az övék, igen, ki is ment onnét. Viszont itt van egy gyalog mellette, és nem vette észre, nem vette észre Pakkorniát. Ő is Napszli. Mákja volt. És szerintem húzza is. El is kezdte húzni Charlie zászlót, igen. Golfos Imi és Kornia. Korniát lelőtték, de Imi még itt van. Közben két HD húzná a Deltát, csak visszajöttek a 30 BT-sek. És Feltillat nem tudja húzni a pontot egyedül. Na, ránézünk oda is, hogy mi a helyzet, de hát itt van vagy négy. Ja igen, van itt négy 30 BT-s gyalog Deltánál, úgyhogy innit megyünk is. Már készúrták. Igen, itt amit hamarosan levadásszak. De most itt a tanktemető körül fog kerekedni némi infantry csata talán. Füstgránát, minden. Be is estünk megint tisztiket alá már. Hát igen, három pontja van ugye fixen a Mix Teamnek is. Ezért nagyon, nagyon pörög a 30 VT-s vége is ebben a pillanatban. 181-0-ra hozta Zavod első körét a Mix Team. Hát ez azért viszonylag nagy különbség, de persze semmi nincs még veszve. Nem tudom Shanghai hogy megy a 30 BT-nek, de ugye az ott érvényesül a heli, a Little Bird, hogyha van egy jó Little Bird-esük, illetve helisük, akkor ugye lehet akármi is. Hát igen, csak a Mix Team-nek alapból megy nagyon a Shanghai, és most itt van velük Steelmeier is. Ja igen, az is igaz. Az is igaz, igen, hogy Steel is itt van már, igen, és őróla ugye köztudott, hogy a kis heliben jó, illetve azzal szokott játszani. Gondolom szünet nem nagyon lesz. Csak rosszul van belőve a szerver, mert átváltott Shanghai-ra. Hát gondolom Klusi intézi. Persze. Mindjárt lesz a resi. Nem mintha nem írna. Bassza meg, leállt a játékom. De pont jókor. Pont jókor, mindjárt jövünk vissza. Hát ilyen is ritkán van. És akkor még BF4 működésre állt? Aha, ennyi. Semmi hiba üzenetet nem ír ki, csak BF4 exe leállt, és ennyi. Kész. Bár ezt múltkor is megcsináltam körülbelül egy hét diffivel, úgyhogy egész eddig, mit tudom én, az ezt megelőző fél évben, egy évben nem állt le egyszer semmilyen hibával, most viszont egy héten belül kétszer is. Úgyhogy nem tudom, mi van. Közben megvolt a mapváltás, megy a másik resi. Belé... megfelelő oldalra kerüljenek a csapatok. Igen, töltök már én is visszafelé. Hát várunk vissza sok szeretettel. Valószínűleg vissza is tudok jönni. Legalábbis remélem. Tölt már az ávod, úgyhogy ezért a loading screen-t már látom, bent is vagyok, jól van. Egy kis kamera. Menjünk most a másik oldalra.
már live volt. Aha. Akkor Tom dolgot várjuk, hogy erősítse meg, és akkor Gia. Hát az avod első köre ment le, látom, becsatlakozott valaki a Twitch-be. Úgyhogy neki mondom, hogy Zavod első köre ment le 184-0-val, nyerte ezt a mixed team. Most jön majd a második Zavod kör, és még Shanghai map vissza van. VT-ből nem ír be még senki. Lehet, hogy még taktikáznak egy kicsit, hogy mit kellene másképp csinálni. Hát igen, igen. Értem én egyébként a tankos koncepciót a 30 BT-nél, de talán, ha merészebb lenne picit, ha esetleg kicsivel többször előre nyomulna, az talán nem lenne akkora gond. Bár hogyha állandóan egyedül volt Tom Dog a tankban, akkor ugye abszolút megérthető ez a taktika is. Hát igen, én is úgy érzem, hogy nem csinálta rosszul, hogy inkább hátul maradt, mert azért, ahogy előre tolt, mindig kapta az RPG-ket egyből. Igen, nem volt az rossz persze, és hogyha soha nem volt javítója, tehát nem csak akkor, amikor te láttad, hanem alapból mondjuk javítós nélkül ő volt állandóan a tankban Tom Dog, akkor ugye még nehezebb. No, beírt a Tom Dog is, hogy live, úgyhogy el is indult a countdown. Igen, valószínűleg az lehet a háttérben, hogy ugye próbálnak minél több embert felszabadítani, hogy tudjanak menni a pontokra. Igen. Hát azért a tankot, tehát a tanktól eltekintve, azért ez eléggé infantris pálya, úgy gondolom. Ja, hát a tank nyilván sokat tud számítani. De ugye, hogyha leveszünk két embert a tankba, akkor is tehát a maradék 6 játékos az ugye full infantry, mert más jármű nincs. Uh-huh. Úgyhogy talán ők a hangsúlyosabbak Zavodon, úgy gondolom. Na, 4 másodperc is indul a második kör. Így van. Most a... És ebbe a pillanatban leesett valaki. Igen, pont azt akartam mondani, hogy... De mivel live kör nem állítható meg így, szerintem marad. Maradunk élesben. Viszont most sokkal előbb ért oda. Ja, megint a mix team, igen, mert most fordítva vannak a színek. Igen. Droppoltak is. Szegényeket még az ág is húzza. Igen. Hát meglátjuk, hogy egy-két perc múlva visszatér a 8. játékos a 30 BT-től. Reméljük, hogy igen. Hát a fél csapat majdnem a tetőn van. Igen, annyira, hogy ugye a 30 BT-től az összes játékos elment talán Bravóra, és az alapjában se húzták még. Most gyalogol egy ember a bázis fel. Azzal akkor elkéstek egy kicsit. Mix Teamnek már megvan a második pontja is, most húzták be Charlie-t. Ugye akkor van ennek jelentősége, most lehet, hogy pont a 8. emberke húzta volna a hátsó pontot. Igen. És mivel abban a másodpercben esetre, hogy indult a kör, nem is nagyon... Lehet, hogy észre se vették másodpercekig. Igen, és elindult közben a kör, és hogyha jól tudom, azt mondja ki a szabályzat, hogy live kör nem állítható meg. Így van. Minden, vagy semmilyen ok miatt sem. Nekem múlva tűnik, hogy Bravo-t is húzza a Mix Team. Bizony. És Snafsti közben engem lő tanka. Úgy látszik, beálltam valaki elé, illetve ő közé, meg egy ellenség közé. Igen, és Bravo-ról lődöz ki Alfa felé. De én már Alfánál is látok egy... Igen, már. HD személyében látok egy Mix Team-es gyalogot, úgyhogy nagyon-nagyon rámentek a pontokra most a Mix Team-esek. Közben droppolt a heliből. A 30 VT-s heliből droppolt ide. Stereotype Hunter Alfára, plusz még valaki. De HD nem hagyja magát, egyedül próbálja itt feltartani az embereket. Úgy látom, már tudják, hogy hol van.
Tudják, de azért ügyesen csinálja. Úgy most szánta egy fotó lelőte, most igen. Jó, akkor nézzünk a centrum felé. Hát igazából itt sincs nagy történés, Delta, ami villog. Hát igen, itt van a fél banda, ismét. Hátra jött a tank is. Meg egy 2-3 infantri is van még. Igen, igen. 2v2-ben vannak gyalogilag, illetve a tankost is számoljuk javítost, akkor 3v2-be. Deltánál. El is megy a mixes tank. Viszont... Mixer volt, tehát még itt van. Igen, de itt van még egy mixes gyalog, most nézem, Klusi az. Éppen keresik egymást az épületben. Lebújt Klusi, na mi lesz ebből, és lelőtte. Lelőtte Stereotype-ot. Úgyhogy maradt mix kézen a Delta pont is. Viszont... Charlie-t úgy látom, hogy nem. Mixtémesek vannak többen itt is. Igen. Azt hittem, hogy húzza majd a 30 BT, de nem. Viszont behúzzák Bravo-t közbe. Akkor nézzünk csak oda. Sajnos az indulás az nagyon rosszul sikerült nekik, de próbálkoznak, tehát nem hagynak másodperc pihenőt se a mixteamnek. Igen, villognak a pontok azért folyamatosan, ezt szinte lehet azt mondani. És visszajött a 8. játékos, úgyhogy már teljes létszámban van a 30 VT is. Úgyhogy csak egy véletlen leesés volt, nem internetgond vagy ilyesmit feltételezhetően. Hanem mondjuk az volt, mint nekem, lehet. Aha. Bár az orkára nem emlékszem, nem lehet, hogy egy Szerintem... Ja, értem, mit mondasz, hogy Zorka neve nem ismerős. Aha. Tehát még hogyha nem láttam volna az első körbe. Lehet, hogy igazad van, sőt valószínűleg igazad van, úgyhogy lehet, hogy én mondtam rosszul, és annak a valakinek, aki leesett, komolyabb problémája van, és Zorka jött be helyette, mint tartalékjátékos. Napszik közben bejött Charlie-ra, elég bátran, mert azért vannak a gyalogok, kapja is. Igen, pont őt nézem én is. Itt van bent. Hát igen, ő na most megkapta a hátulról Holy Pido-t. Aki segbe is tetoválta szerintem rendesen. Snapslit. Bizony. Ja, Holy Pido bátrabban tankozik most. Igen. Bejött Charlie-ra. Igen, úgy látszik cseréltek Tom Doggal a tankos posztot illetően. Az első kör után. Igen, ő mindenképpen bátrabban tolja neki. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy egyedül van a tankba. Azt én mindjárt meg is nézem, én is kíváncsi vagyok rá. Nem, Golfosi mi a gunnere, illetve a javítója. Uh-huh. Úgyhogy ő mások magával van. És mennek tovább, nem állnak meg. Igen, már Deltára el is értek gyakorlatilag. Egyetlen mixes gyalog van itt, legalábbis én annyit látok. Aki majdnem befutott a tank elé. Le is lőtték a házzal, együtt szétlőtték. Volt kus, igaz? Nem tudom, azt nem láttam. Igen, és igen, lecsúsztam a killogról. És Holy Pido már megy is tovább. Bravo felé. Igen, csinált itt egy kis zavar, de eltánál. Igen. Kettő pont villog is. Na ez mi volt? Golfosi mi letankozta Stereotype-ot. Valahogyan.
Közben a Charlie terülteljesen húzza a 30 bét. Igen, de Kádár meg még valaki, meg Stillmire már fut is el a lépcsőn Charlie felé. Egy 30 bét és a présen, kettő a présen. Őket még nem vették észre. Hallja, viszont a hátsó pontot bukta most a 30 bt. Ja igen, villog, igen. Csárgit, hogy behúzták, viszont visszajött nekik a tank, úgyhogy az húzza vissza az A pontot. Na, akkor nézzünk egy kicsit át oda, hát ha... Érdekesebb, mint a Charlie, ugyanis azt már... De nem, most megint elkezdett villogni Charlie is. Holy Pied-on molesztálja azért a mixteameseket rendesen. Egy gyalog van még a Mixtoli harpánál. Igen, nem találja egyelőre Holy Pido. Bent van a sarokban. Hiába lövi, nem érje. Viszont jött még egy 30 BT-s gyalog segíteni. Ja nem, ja, igen, meghalt. Muki volt az, akit lepusztított. Holy Pido. Viszont elterevúzta a 30 BT, és most a X-es tanknak kell visszahúznia. Néhány gyalog segítségével. De van itt azért 30 BT-s gyalog még pár a vagonokban. Igen, közben 30 BT-s tank bejött Charlie-ra is már. Áról elfutottak, befutott a Charlie-ra. Viszont a Mixteamből is van itt ellenerő. Egy gyalog biztos a présgépen, kettőben rászülettek. Sőt, három, és nem mozdul a pont, nem mozdul Charlie, tehát a tankkal egyelőre kevés Holy Pido, ennyi gyalog ellenében. Ja, most jön néhány gyalog. Egyelőre tartja még magát a tank a Holy Pido, de már füstöl is, ha jól látom, és ki is ment a pontról. Igen, már a mixes tank is megérkezett közben. Igen. Nézzünk egy kis FPS-t. Ó, pont lelőtték, akire ráváltottam, persze. Viszont húzza Bravót a 30 BT tomboggal az élen. Mert most beugrott Kádár egy... Ezt mindenkit ledarál, basszus. Egy kvázi Zuzu jump-al is legyilkolta tomdogot. Deltán el egyelőre minden csendes. Illetve dehogy csendes, mert 2v2-ben vannak infantrilag a srácok, csak nem nagyon látják egymást. Most már 3-30 BT-s van itt. Csak közben egy mixtintől is visszajött még egy ember, úgyhogy már 3v3. 3v3, aha, igen. 2v2. Sőt, a tank is. És a heliből is dropoltak most a BT-sek. Hát egyetlen gyalog van a 30 BT-ből, fent a tetőn. Igen, ja, és egy a csövön. Igen, egy a csövön. Hát nincs ez még teljesen lejátszva, de hát a sorsa, bár hát ugye a tank rátesz azért bőven. Főleg úgy, hogy Holy Pido-t le is lőtték, ha jól látom, úgyhogy egy mixes, illetve egy 30 BT-s gyalog van csak itt. Akire most nem is nagyon spónolnak. Hát ez most itt megállt. Itt most várakozik a 30 BT-s gyalog, elfeküdt Stereotype Hunter, várja, gondolom, hogy valaki rászülessen, de egyelőre semmi. Inkább Bravón és Charlie-n tolják a fájtot a fiúk. Igen, de visszavonultak Deltáról. Showtimer fogja Bravót. Egy gyalog visszajött Deltára, 30 BT-től. Na, akkor talán lesz valami abból is. Úgy látom, Charlie-ra próbálnak meg benyomulni a 30 BT-sek, de eddig nem túl sok sikerrel. Ugyanis itt van a tank is, és Nosley-val is, gyalogok is, Kolbász úr és Muki urak, akik már futnak is át az alagúton.
illetve csak Kádár fut, mert Muki elmegy, inkább más útvonalat választ. Hát igen, Charlie az övék, fixen, és Snafsti már itt is van Deltán, ami ugye szintén most villog. Igen, két HD-s visszajött és kismagozta az egyetlen Arus BT-s játékost, aki talán Tom Dog volt, ha jól láttam. Igen, és nincs is itt más. Deltát nem sikerült elhúzniuk. Úgyhogy megint fixen három pontja van a Mixnek. Igen, igen, nő is a ticket különbség rendesen. Sajnos, sokkal. Hát erősek az infantibát, Kádár korban 67-ben van, úgyhogy lehet mondani, hogy elemében van. Igen. És sajnos a 30 BT szempontjából meg az enemiben. Szánta egy fotó, próbál távolról LPG-zni Snapslit a szikla fedezékéből. Vonul is vissza. És a Mix is egy kicsit bátrabban szökik mindig előre, úgyhogy az át is elvillogtatják. Igen, ávillog, nézzünk egy kicsit vissza, hogy mi történik. Hát úgy látom ezt így elhagyták most így a 30 BT-sek. Egyetlen egy gyalog van itt, Smöre. Más nem látok. Viszont tőle köt ugye két Mix team-es gyalogot. Showtime meg két HD. Azért Charlie megint van itt némi fight, olyan 2v2-be lehetnek durván, vagy már 3v1-be. Le is lőtem Mukit, golfos Imi. Közben Smörre megvédte az A-pontot, már olyan szempontból, hogy a gyalogokat leszett, úgyhogy most... Ja, hogy sikerült neki, nagyszerű. Ez a 2v1-ben, ez abszolút nem is rossz. Abszolút, így van. Csak közben már megint jön egy mixes. A szegény, igen, két HD-re is lőtte. És már megint két gyalogra húzza vissza a Fátomix. 30 VT közben itt van Bravón is. Ami az övék, úgyhogy szerintem futnak át Charlie-ra. Ami szintén az övék, viszont Bravót megint villogtatja már a Mix Team, úgyhogy... oda kellene visszamenni, mert Charlie az nem villog, ahogy én látom. Alfára közben megjött a BT-s tank. Néhány mixes gyalogó szét van szorodva, úgyhogy ez nehéz lesz. Közben Kádár osztja a Glockkal a népet itt. Bravónál, és az övék még változatlanul. 8 ticket van a 30 VT-nek. Nézzük, mit csinál Muki. És éppen úgy nagyon semmit. Illetve hát fut a pontra. Hát itt Charlie-nál van még azért fight. Alfa közben visszakerült 30 BT-s kézre. És vége is ebben a pillanatban. Móra hozta ezt is. Igen, hasonló eredménnyel. Azt hiszem, hogy 184 volt talán az első kör. 181. Most viszont a Mix Teamből, bár nem biztos, hogy leesett valaki, lehet, hogy csak ember cserélnek. Ez előfordulhat könnyen, esetleg Klusi játszatni akar még valakit, aki... Uh-huh. Aki mondjuk ritkában játszik, vagy ilyesmi. Bár az is lehet, hogy valaki csak erre a mapre jött rá, azt is el tudom képzelni. Tehát Zavod mapet hozta 180-190 körüli ticket különbséggel a Mix Team. Hát reméljük azért, hogy Shanghai mindenképpen szorosabb lesz. Hadd legyek már kissé önző a nézők szempontjából. Azt hiszem, hogy 10 perc szünetet írtak. Ha jól láttam, de mindjárt megnézem.
Még egyszer nem vagyok benne biztos. Mindjárt betöltöm, és meglátjuk.